Ez a finomság az idei év Magyarország tortája, mely a Boldogasszony csípkéje nevet viseli, mely az alapanyagra, a málnára utal. Tóth Norbert cukrász harmadik ízben diadalmaskodott a Magyar Cukrásziparttestület által 13. alkalommal kiírt évtortája vetélkedésen. A Dunaföldvári cukrász lokálpatrióta. Azt mondja, soha nem költözne el a városból. A cukrászmester véleménye szerint állandóan szükség van a szakmai megújulásra, miközben fontos a hagyományos ízek továbbvitele is. Azt mondja, bajban van a szakma, kevés az utánpótlás és túl nagy a nyomás az ismert boltokon. Elég nagy a baj így a cukrász társadalomban, tehát legjobban vannak ilyen évente megrendezésre kerülő ilyen cukrász találkozók, mint például a cukrász juniális, és évről évre egyre kevesebb kollega vesz részt rajta, mivel nem tudják ugye bezárni az üzletet, és nekik kell beállni ugye dolgozni a pult mögé, vagy a termelésbe, ezért nem tudnak eljönni. Tehát nagyon, én azt látom, hogy nem nagyon akarnak az emberek dolgozni. Amíg 100 évvel ezelőtt Magyarország meghatározó volt a világ gasztronómiájában, ma nekünk kell követnünk a trendeket, mondja a mestercukrász. A fiatalok számára ma már nem vonzó a szakma. Nem abból áll a szakma, hogy kiadok egy díszmunkát a kezemből, hanem tudni kell azt, hogy hogyan kell azt elkészíteni, hogy azt meg tudjam csinálni díszmunkára, és ez tényleg a szakmának talán a 10%-a. És a többi az meg ugye a termelés, a napi termelés, mert abból nem lehet csak megélni, hogy ilyennel foglalkozunk. Magyarország tortája augusztus 20-án mutatkozik be a Várkert bazárban rendezendő központi ünnepségen. Tóth Norbert ígérete szerint ezt követően bárki számára elérhető lesz a Boldogasszony csipkéje.